Idén indult egy a települések kötelező feladatainak ellátásához szükséges program, amelyhez a magyar kormány 56 millió forintos támogatást adott, így rendkívül sok útfelújítás ment végbe Atkáron, mondta el Híradónak Kocsis Attila polgármester. Megújult az Adi Endre út, a Május egy út, a József Attila utca, illetve a leghosszabb út is, a Széchenyi út. A belügyminisztériumtól 56 millió forintot nyertünk útfelújításra, ezt egészítettük ki közel 3 millió forinttal, ebből négy utca újult meg. Az Adiendre, a Széchenyi, a József Attila, illetve a Május 1 út, illetve önerős beruházásaink is voltak, illetve vannak folyamatban. A Kertalja utat azt önerőből újítottuk fel teljes egészében, illetve most folyik a Szabadságút, épp ma kezdődött a Szabadságút felújítása, amit szintén saját zsebből fogunk finanszírozni. Az útfelújításokra saját pénzből is költött az önkormányzat, melyekre olyan 10-13 millió forintot költöttek, már csak a Szabadságút van hátra, árult el a településvezető. Egyéb projektek is indulnak a községben, így lesz termelői piacra közel 26 millió forint, és a művelődési ház energetikai felújítására 65 millió forint pályázati pénz. Közel 26 millió forintot nyertünk termelői piac kialakítására, ez az ABC melletti területen fog megvalósulni. Jelenleg a kivitelező közbeszerezés folyik, illetve van még egy nagyon jó hírünk, erről nemrég értesültünk, hogy a művelődési ház energetikai felújítására 65 millió forintot, pályázati pénzt nyertünk. De ennek az előkészítése még folyik, ez nagy valószínűséggel átcsúszik a jövő évre, ez a beruházás. Bár a művház felújítása valószínűleg jövőre fog eltolódni, az atkári lakosoknak és a településen áthaladóknak nem lehet kétsége afelől, hogy atkár folyamatosan fejlődik.